Tehát Isten hozott mindenkit. Mai témánk a Biblia leggyűlöltebb tanítása, leggyűlöltebb hit, ami megfogalmazódik a Bibliában, a leggyűlöltebb igazság, ami megfogalmazódik a Bibliában. Nem a keresztények gyűlölik ezt a tanítást, hanem a világiak gyűlölik ezt a tanítást. Lehet, hogy vannak a Bibliában olyan dolgok, amit a keresztények is egy kicsit nehéz megrágni, nehéz megemészteni, de ez a tanítás, bár lehet, hogy ez is egy olyan, amit valakiknek nehéz egy kicsit elfogadni, de ez igazán a nem hívők számára jelent nehézséget, sőt, emiatt gyűlölték Krisztust, miatt gyűlölték az Ószövetségben a prófétákat, és emiatt a tanítás miatt gyűlölnek bennünket is, ha gyűlölnek. Miért? Miért beszélek erről? Mert hogy bajban van ez a bibliai igazság. Olyan értelemben van bajban, hogy ezt a bibliai igazságot, mivel egy gyűlölt igazság, ezért megpróbálják egyesek, bizonyos gyülekezetek ezt eltagadni, ezt egy kicsit jobb fényben feltüntetni, hogy ne legyen annyira gyűlölt, hogy ezt lehessen valamennyire mondani, de természetesen ezzel elveszik ennek a tanításnak a valódi értelmét, elveszik a valódi élét. Két évente van egy Amerikában egy közönkutatás, mintegy 4000 embert kérdeznek meg, tehát elég nagy merítésű, amin tisztázzák, hogy az amerikai emberek, és ezen belül azok, akik úgymond evangéliumi hívők, azaz olyan gyülekezetekbe járnak, ahol az evangélium elhangzik, mit gondolnak a különböző bibliai tanításokról. És ez rámutat arra, hogy éppen milyen helyzetben van az amerikai kereszténység. És elég siralmas a kép, ami 2022-ben elénk tárult. Most még nem készült el a 2024-es felmérés, de majd valószínűleg nyár végén ki fog jönni. De amit a 2022-es felmérésből láthattunk, az az például, hogy olyan kérdésekre, vagy olyan állításokra válaszoltak igennel vagy nemmel, hogy mindenki ártatlanul születik. Ártatlanul, tehát nem bűnösen, tehát még egy ilyen ártatlan állapotban születik. 65%-a az úgymond evangélium keresztényeknek mondták erre az állításra azt, hogy ez így van. Arra a kérdése, illetve arra az állításra, hogy a Biblia nem tökéletesen igaz, 55% mondta azt, hogy ez így van. Hogy a Bibliában vannak tévedések, hogy a Biblia az nem feltétlenül egy teljesen olyan könyv, amiben Isten igéje hangzik el, hanem emberi rész is van a Bibliában, mivel emberi rész is van, az emberek tudnak tévedni, tehát a Bibliában van nagyon sok tévedés. Aztán arra a kérdése, illetve az állítása, hogy Isten elfogadja az összes vallás áldozatait, az evangélium keresztények 56%-a mondta azt, hogy igen. Hogy a különböző vallások áldozatai, azt ugyanúgy Isten be tudja saját magának. Hogy azokat elfogadja. Aztán egy másik állítás, amit tettek, és megkérdezték róla az embereket, hogy Jézus egy jó tanító volt, de nem volt Isten. Erre az úgymond evangélium keresztények 43% azt mondta, hogy igen, Jézus egy jó tanító volt, de nem volt Isten. Tehát ez félelmetes, hogy például a rendszeres templomba járó evangélium keresztényeknek a 43%-a az nem vallja Jézust Istennek, amit a Bibliában látunk. Tamás, amikor megjelent neki a feltámadása után Jézus, akkor leborult és azt mondta, hogy én Uram és én Istenem. De ezt a ma templomba járó, illetve a 2022-ben templomba járó evangélium keresztényeknek 43%-a nem vallja. Miért lehet ez? Ez azért lehet ilyen siralmas a kép, és az amerikai is, ezt ha Magyarországon megcsinálják, valószínűleg valami hasonló eredmények
tudnának kijönni itt is. Miért lehetséges ez? Mert hogy nagyon sok éve, sok-sok éve igyekeznek bizonyos gyülekezetek úgymond jó állampolgárok lenni, hasznosak lenni, nem megosztóak lenni, nem megütközés lenni, felhasználó barát lenni, vagy ahogy Amerikában ezt mondják, vannak különböző gyülekezetek, ez a seekers friendly gyülekezetek, azaz kereső barát gyülekezetek, akik keresik az igazságot, vagy érdeklődnek az igazságok iránt, vagy valamiféle spiritualizmus iránt, valami spirituális dolgok iránt, hogy ők könnyebben jöjjenek a gyülekezetbe, meggyengítik a kereszténységnek az üzenetét, hogy minél többen tudjanak bejönni, hogy ne érezzék úgy, hogy itt valami olyan dolgok vannak, amik szélsőségesek. Pedig a Biblia az igen-igen szélsőséges. És ezért, mivel megpróbálnak kedveskedni a külvilág számára ezek a különböző gyülekezetek, a különböző lelkipásztorok, ezért tompul az üzenet, hogy ne legyen megbotránykoztató. De az ige, a Biblia, az megbotránykoztató. Rengeteg állítás van, ami megbotránykoztatást kelt az emberekben. Jézuson is megbotránykoztak. És ami a leginkább megbotránykoztató, és ennek egy részéről lesz szó ma, az evangélium. Az evangélium a legmegbotránykoztatóbb, az egyik legmegbotránykoztatóbb üzenet, ami a Bibliában található. Ha János 15-18-nál kinyitjuk a Bibliát, akkor ott azt olvashatjuk, hogy ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. Ha gyűlöl titeket a világ, akkor tudhatjátok, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. Nem véletlenül, hogy azért gyűlölte Jézust előbb, mert Jézus előbb mondta el azt az üzenetet, amit utána rábízott a tanítványokra, hogy ti is mondjátok el ezt az üzenetet. De amikor Jézus elmondta ezt az üzenetet, a válasz gyűlölet volt. Tehát értelemszerűen a tanítványok elmondják ugyanazt az üzenetet, amit Jézus elmondott, a tanítványok is gyűlölettel fognak találkozni. És a tanítványok ezt biztos látták is. Jézussal mentek, Jézus szolgálta kezdetén, elhívta a tanítványokat már. Tehát látták Jézusnak a szolgálatát, látták a kezdeti lépéseit Jézus szolgálatának, és látták a végső lépéseit Jézus szolgálatának, a kereszt halálát, feltámadását, mennybe menetelét. Tehát látták Jézusnak minden egyes lépését, amit ő a szolgálatban szinte megtett. És látták azt is, hogy gyűlölték Jézust időnként azért, amit ő mondott. És ha megnézzük, akkor főleg, és ez lehet, hogy érdekes, mert van egyfajta rímelés a mai korral is, de főleg a vallásos emberektől, főleg a farizósoktól, az írástudóktól találkozott Jézus gyűlölettel, állt ellentétben Jézus ezekkel az emberekkel, az az üzenet, amit ő elmondott, bár az Ószövetségben megtalálható üzenet, de mégis az akkori kor zsidó vallásossága, hitelvei, azok ellent mondtak az Ószövetségnek. Ezért Jézus, amikor a hegyi beszédben elhangzik az, hogy megmondatott a régieknek, hogy ne ülj, én pedig azt mondom, hogy aki ezt meg ezt csinálja, az már gyilkosságot követett el. Megmondatott, hogy ne paráználkodj, de ha te ezt meg ezt teszed, akkor már te paráználkodtál. Mert hogy a lényege annak, az Ószövetségi üzenetnek, amit Isten elmondott, az idővel az emberek kicsit megcsavarták, kicsit megváltoztatták. És Jézus visszaállította az eredeti üzenetet. És ez nem tetszett azoknak az embereknek, akik a vallási vezetők voltak. Hiszen ők úgy gondolták, hogy mi Isten képviseljük, és Jézus ezzel, hogy azt mondja, hogy nem,
ez az üzenet, amit ti mondtok, az nem helyes. Ezzel azt mondta tulajdonképpen, hogy ti nem Isten képviselitek, nem csak azt mondta, hogy rosszul képviselitek, hanem ti nem Isten képviselitek, ezért ő ellentétben volt, nagyon sok vitája volt a farizeusokkal, meg az írástudókkal, meg szadduceusokkal természetesen, mindenféle vallási körrel, ami abban az időben ott létezett. És a normál, úgymond normál átlag emberekkel is voltak vitái Jézusnak, belegondoltunk abban, amikor megvendégelt 5000 embert, utána pedig elkezdtek utána menni Jézusnak, hogy még többet, még legyen terülterői asztalkám, taníts meg bennünket, hogy kell terülterői asztalkámot gyártani, varázsolni, vagy egyéb dolgot, mert nem tudták, hogy most honnan lett az a pár kenyérből, meg halból az a terülterői asztalkám, amit ott, ami 5000 férfi plusz, ki tudja, hogy mennyi gyereket, meg nőt megetetett Jézus akkor, és utána Jézus ellen fordultak. Látták a csodát, átélték, megették a csodát, úgymond, és utána Jézus ellen fordultak. Még a tanítványok is időnként Jézus ellen fordultak. És látták ezt a tanítványok, látták a gyűlöletet, látták azt is, hogy hát néha tényleg elég heves gyűlöletet tudnak kiváltani. Jó néhányszor látjuk, és meg is fogjuk nézni egy pár alkalmat, amikor Jézus meg akarták ölni, meg akarták kövezni. A tanítványok ott voltak, lehet, hogy elbújtak, nem mond arról a helyzetről éppen sokat a Biblia, hogy éppen akkor mi történt a tanítványokkal, hiszen Jézusra koncentrál. Nem a tanítványok tetteire koncentrál az evangélium, hanem Jézusnak a tetteire. És hogy mi történt Jézussal. De ennek ellenére reménykedtek benne, hogy ezek a negatív hangok, ez a gyűlölet, ez az egyéb különböző dolog negatív, ami Jézus szolgáltát követi, ez majd el fog múlni, ha Jézus hatalomra fog lépni, elkezdi majd az ő uralkodását Izraelben, akkor mivel ő lesz az uralkodó, és mivel eltűnnek a betegségek, eltűnnek a különböző negatív dolgok, démoni megszállások, stb., akkor majd mindenki fogja szeretni őt. Hiszen visszaállítja az ószövetségi, normálisan az ószövetségi áldozati rendszert, rendtartás, mindent, el fognak tűnni innen a pogányok, és akkor végre békében tudunk pogányok nélkül, tudunk itt élni. És akkor majd nem lesznek negatív hangok. Ezért úgy elnézték a negatív hangokat, amit Jézus körülvették, és úgy gondolták, hogy ezek majd ezzel az egésszel el fognak múlni. Ez csak egy ideiglenes, hogy mi gyűlöletet tapasztalunk meg az emberektől. A vallási vezetőktől, meg emberektől is. Jézus elmondja nekik, itt is, amit felolvastunk a János 15-ben, ami a nagy hétnek, tehát az utolsó héten lezajlott beszélgetésnek is az utolsó napján lévő beszélgetés, tulajdonképpen a vacsora utáni beszélgetés, vacsora közbeni beszélgetés, miközben az utolsó vacsorát fogyasztották, hogy gyűlöl titeket a világ. Ha majd gyűlöl titeket a világ. Mert rá kell tűnniük, hogy hát ez nem fog megszűnni, hogy gyűlöl minket a világ, hanem ez fog folytatódni. Ha mi őt kifűsüljük, akkor, és ha Jézus gyűlölte a világ az üzenetért, akkor bennünket is gyűlölni fog a világ azért az üzenetért, amiért Jézus is gyűlölte a világ. De miért is gyűlölte Jézust a világ? Ha belegondolunk Jézus jellemébe, ott nem fogunk ilyen okot találni. Mert Jézus együttérző volt. Sokszor olvassuk azt, hogy hát olyan hatalommal beszélt, amit csodálkoztak a körül lévők emberek is, akár farizeusok, akár milyen vallási vezetők is, hogy hát milyen nagy bölcsességgel beszél Jézus, milyen fantasztikus dolgokat mond el Jézus, de gyógyított, démonokat űzött ki, megetette az embereket, amit már felhoztam példának. Tehát rengeteg pozitív dolgot tett Jézus, és nem tett semmi gyűlöletre méltót. Tehát biztos, hogy nem Jézusnak a tette miatt gyűlölte őt a világ. Mert ahogy az Abcsel 10-ben, 33. igeversben is olvashatjuk, Jézus szerte járt és jót tett. Ott azt olvassuk, hogy Jézus szerte járt és rosszat tett, ezért gyűlölték őt, akkor
lehetséges, hogy azt mondanánk, hogy hát igen, gyűlölték őt, de hát a tanítványok ezt el tudják kerülni, ha nem tesznek rosszat. De Jézus tökéletes munkát végzett, tökéletes életet élt, nem tett semmi olyat, amiatt, hogy gyűlölni kellett volna, vagy a gyűlöletre adott volna okot. A gyűlöletnek az oka, az maga Jézusnak az üzenete volt. Ha a következő igeverset elolvassuk, itt a János 15-ben, akkor abból azt fogjuk látni, 19-ben látjuk, hogy ha e világból valók volnátok, a világ szeretné a magáét, de mivel nem e világból valók vagytok, hanem én választottalak ki titeket a világból, ezért gyűlöl titeket a világ. Mi az, hogy nem e világból vannak? Mert ezzel tulajdonképpen Jézus itt azt mondja, hogy sem én nem ebből a világból vagyok, való vagyok, meg ti sem ebből a világból valók vagytok. És ez természetesen nem azt jelenti, hogy mi ufók lennénk, belenézünk a tükörbe, és egész mások vagyunk, mint a világban járkáló emberek. Nekünk szürke bőrünk van, nagy, nem tudom milyen, egyszeműek vagyunk, és kis fejünk van, három ujjunk van, ezért gyűlöl bennünket a világ, mert máshogy nézünk ki. Tulajdonképpen egyszerűen rasszizmusról lenne itt szó, vagy nem tudom milyen izmusról lenne szó, ami gyűlöletet okozna az emberekben. Nem a bőrszínünk, valami különleges külső adottságunk az, ami a gyűlöl bennünket a világ. Azért, mert keresztények vagyunk, nem nőtt plusz fejünk, nem lett négy lábunk, nem nőtt ki bármilyen testrész, ami azt okozná, hogy az emberek tudnák, na, keresztények, akkor gyűlöljük őket, mert ők keresztények. Jézust a vértestvérei sem értették, és cikézték a vértestvérei. De feléjük, a János 7.7-ben elmondja Jézus azt, mert hogy megkérdőjelezték a testvérek, Jézusnak a vértestvérei, hogy miért gyűlöl titeket, miért gyűlöl téged a világ? Miért nem fogad el téged a világ? Hiszen velük semmi baja nem volt senkinek. Tehát mi az, ami benned van, ami miatt téged megvetnek az emberek? Téged gyűlöl a világ. És a János 7.7-ben azt olvashatjuk, Jézus így tisztázza ezt a testvéré felé, titeket nem gyűlölhet a világ, de engem gyűlöl, mert én arról tanúskodom, hogy cselekedetei gonoszak. Értelemszerűen azért mondja a vértestvéreinek, hogy titeket nem gyűlölhet a világ, mert ők nem arról tanúskodtak, hogy a világ cselekedetei gonoszak. Ugye, ezzel nem teremtettek okot a világnak arról, hogy gyűlölje őket. Azt mondja itt világosan, hogy én bizonyságot teszek a világ számára, hogy a cselekedetei gonoszak, tehát engem gyűlöl a világ. Ezért a dolog miatt gyűlöl a világ. Az Jézus tulajdonképpen azt mondja, hogy szembesítettem a világot a bűneivel, hogy cselekedetei gonoszak, ezért gyűlölnek engem. A teljes romlottság, dicsőséges tana, az evangélium része és alapja. Enélkül nem lehetne érteni a jó hírt. Enélkül a jó hír az nem igazán jó hír, mert honnan szabadít meg, mitől szabadít meg, miért, hogyan szabadít meg, ennek alapja az, hogy valaki teljes romlottságban van. Enélkül nincs evangélium, mégis, ahogy a legelején láttuk ebben a felmérésben, 65%-a az evangéliumi hívőknek Amerikában vallja azt, hogy mindenki ártatlanul, azaz romlatlanul születik. Azaz bűntelenül születik. De a Biblia azt mondja, hogy ez nincs így. Ez a tan, ez egy dicsőséges bibliai tan, és rengetegen kiforgatják ezt a tant. Pedig az evangéliumnak az alapja. Nem létezik nélküle evangélium. Mert e rossz hír adja a jó hírnek az igazi dicsőségét. Nem így jellemző ugye, születésétől kezdve az embereket, és miben mutatkozik meg a bűnös természete az embereknek? Természetesen nem úgy, hogy mint ahogy a mormonok gondolták, hogy hát az indiánoknak a kreol bőre, a sötétebb bőre,
meg a feketéknek a sötétebb bőre az azért van, mert hogy bűnt követtek el, ugye Káin bűne van a feketéken, és majd, hogyha megtérnek, majd mormonok lesznek, akkor egyszerűen kifehéredik a bőrük. Ez nem lehet. Nem így jelentkezik az emberen a bűn, hogy más a bőrszíne. Hanem kis gyerekek azt látják az emberek, hogy ilyen jelentkezik rajtuk a büszkeség, az önimádat, az önigazolás, ezért utálja a vádat, utálja a szembesítést. A világ gyűlöli, ha valaki nem olyan, mint ők, hanem idomul hozzá, hanem alkalmazkodik. A sötétség a sötétséget szereti. János evangéliumnak a legelején, az első fejezetben, 4.-5. igeversben a következőt olvashatjuk, benne, Jézusban természetesen, élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. A világosságot, mint az igazságot látjuk, mint Istent látjuk, és vele szemben, teljesen szembe látjuk a világot, látjuk az emberiséget, mint ami teljesen sötétségbe él. És azt mondja, hogy a világosságot, ez a sötétség, az emberiség nem fogadja el. Mert hogy a sötétség a sötétséget szereti. És a sötétség cselekedeteiről Pál a Róma 13-ba a következőket írja. Az éjszaka múlik, a nappal pedig már egészen közel van. Tegyük le tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. Mint nappal illik, tisztességben járjunk, nem dorbézolásban és részegeskedésben, nem szeretkezésben és kicsapongásban, nem viszálykodásban és irítségben, hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust. A testet pedig ne úgy gondozzátok, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. Itt is a világosság fegyvereiről beszél, és a sötétség cselekedetéről beszél Pál. Mint amik teljesen elválasztódnak egymástól, nem keverednek, nem szabad, és nincs olyan, hogy szürke. Nem beszél szürkéről, nem beszél világosságról, meg beszél sötétségről. És mi történik, ha nem tesszük, nem veszünk részt a sötétség cselekedeteiben? Ez kiváltja a világ haragját. Ahogy ezt Péter első levelében látjuk, Péter első levele, 4. fejezet, 3-as, 4-es igevers, bizony elég volt abból, hogy a múltban a pogányok szokásai szerint kicsapongásokban, kívánságokban, részegeskedésben, dorbézolásban, tivornyázásokban és szentségtelen bálványimádásokban éltetek. Azért haragusznak rátok, sőt, káromolják Istent, mert nem rohantok velük együtt a kicsapongásnak ugyanabba a posványába. Tehát látszik az, hogy ha mi nem úgy élünk, ahogy a világ él, akkor abból két dolog fog következni. Az egyik az, hogy haragszanak ránk. A másik, mivel azt gondolják, hogy ennek Isten az oka, mivel esetleg Istenre is hivatkozunk, hogy nem megyek, mert nem tetszene Istennek az a dolog, amit én ott tennék veletek, Istent okolják, és ezért káromolják Istent. Tehát ha mi nem megyünk velük, csupán annyit teszünk, hogy nem veszünk részt a világ dolgaiban, már negatív dolgaiban természetesen, akkor ezzel a világ haragját vonjuk magunkra, és azt, hogy ők Istent fogják ezért káromolni. Pedig még csak nem is szembesítettük őket semmivel. Még szembesítés nem is volt, hogy egyébként Isten téged ezért, amit teszel, amire engem is hívsz, azért majd számon fog kérni. Meg fog büntetni, hogyha nem rendezed vele ezeket a dolgokat. Tehát, ha csak nem megyünk velük, már a világ haragját vonjuk magunkra, és azt, hogy ők káromolják Istent. De Isten arra szólít fel bennünket, hogy igenis szembesítsük a világot az ő cselekedeteivel, a bűneivel.
Ne csak, hogy ne kövessük őket, tehát, hanem szembesítsük őket. Efézus 5:8-11-ben ezt olvashatjuk, mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Ítéljétek meg tehát, mi a kedves az Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket. Nem csak azt parancsolja Isten, most itt Pálon keresztül, hogy egyszerűen ne vegyünk részt ezekben a különböző cselekményekben, a sötétség cselekedetében, hanem azt mondja, hogy leplezzétek le ezeket. Ez egy parancs, amit nekünk meg kell tenni. Le kell leplezni a sötétségnek cselekedetét, hogy azok gonoszak, azok istenellenesek. És egyébként a világnak ez lenne a feladata, hogy leleplezze, a világi kormányzatnak úgy értem, ez lenne az egyik feladata, hogy ezt megtegye, hogy elmondja azt, hogy ezek a cselekedetek, ezek rosszak az Isten szemében, tehát ezekért Isten majd titeket számon fog kérni. A világi kormányzat is számon kér, hiszen azért vannak a világi kormányzatnak a különböző törvénycikkei, és azért vannak börtönök, meg egyébek, hogy bizonyos dolgokat számon kérjenek az embereken. És értelemszerűen azokat kell a világnak számon kérni, amiket Isten is számon fog kérni, hogy az emberek tudják, hogy miért fog Isten büntetni. Hiszen sajnos a manapság az emberek nem tudják, nem fogják fel, hogy Isten majd mit fog rajtunk számon kérni, hiszen a kormányzatok más kérnek számon, mint bűn az emberekten, mint amit Isten számon fog kérni, mint bűn. Persze gyilkosságot a kormány, az állam számon kéri. De például az abortusz nem. Az abortusz is ugyanúgy gyilkosság. Egy úgymond ártatlannak a megölése, aki nem tud beleszólni, nem tud tiltakozni, annak a megölése, ez is egy gyilkosság. Az állam nem kéri számon ezt a fajta gyilkosságot. Isten számon fogja kérni az abortuszokat. Mert hogy azok gyilkosságok. Tehát látjuk, hogy szembesíteni kell a világot nekünk, az állam nem adja meg ezt, sajnos nem teljesíti be ezt a feladatát, nem csak ezért, hanem egyébként is nekünk ezt meg kell tenni. Ha az állam teljesíteni a feladatát, akkor tudnánk hivatkozni arra, hogy látod, hogy az állam is Istentől átvette azokat a dolgokat, ami szerint ő ítél. És az ítélet, amit itt az állam kiszab, az egy ideiglenes ítélet, de fogd fel, légy szíves, hogy az az ítélet, ami téged majd a végső ítéletnél ér, az nem egy ideiglenes ítélet lesz, hanem az örök ítélet lesz. Itt megmondja neked az állam, hogy igen, ezek bűnök, de azért mondja meg, mert hogy Isten ezt mondja, és majd neked ezekre a dolgokért örök büntetésed lesz a pokolban, a tűz tavában. Tehát ha az állam ezt a feladatát nem teljesíti, akkor mi nem tudunk igazán sajnálatosan az államra hivatkozni bizonyos bűnök tekintetében, ezért még inkább fel kell szólalni a keresztényeknek a bűnök miatt, és szembesíteni kell a világot a bűneivel, ha már az állam ezt fogyatékosan teszi meg. És ez az egyébként. A bűnökkel, a cselekedetekkel való szembesítés, a sötétség cselekedeteivel való szembesítés az, ami utálatot vált ki az emberekből. De egyedül ez az, ha ezt megtesszük, ez az, ami esélyt is ad, hogy az emberek Krisztushoz tudjanak menni. Hiszen ugyanitt az Efézus 5-ben, a 12-14-es igeversekben a következőt láthatjuk, mert amiket titokban tesztek, azokról még beszélni is szégyen, de mindaz, amit a világosság leleplez, nyilvánvalóvá lesz,
Mert minden, ami nyilvánvalóvá lett, az világos. Ezért mondja, ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Ezzel azt mondja, hogy ha te leleplezed az ő tetteit, világosságra őnek a tettei, akkor muszáj neki reagálni. És akkor van esélye megtérni. Mert egyébként, ha nem szembesítjük a világot az ő tetteivel, hanem világosak számára, hogy milyen következményekkel járnak az ő tettei, akkor nincs esélyük megtérni. Ezért ez az evangéliumnak az alapvető része. Az emberek szembesítése az ő bűneikkel. Ez az egyetlen esélyük, ha mi ezt megtesszük. Rávilágítunk, hogy ez nem jó. Ezért Isten számon fog kérni téged. És nem azzal az üzenettel, hogy ezért hagyd el ezeket a dolgokat, és akkor rendbe leszel Istennel, mert ez nincs így. Nem ez a keresztény üzenet, hogy akkor légy jó, mert ez egy moralista üzenet, legyél jobb ember, de ez nem a kereszténységnek az üzenete. Jézus vitái azok a valláskodó emberekkel volt. Főleg a valláskodó, vallásos emberekkel volt. Nem kocsmákba járt Jézus, hogy ott az emberekkel meg nem tudom még milyen kuplerájukba, hogy ott mondja azt, hogy ti rossz dolgokat cselekeztek itt éppen bűnöket bűnöztök, hanem templomban jelent meg. Például tudjuk, hogy a Salamon oszlop csarnokába járt Jézus, és ott rengeteget beszélt. És rengeteg vallásos emberrel vitázott. Mert hogy oda jöttek, és nem értették, hogy Jézus miért beszél úgy, ahogy beszél. És ahogy akkor a vallási vezetőknek gondjuk volt Jézussal, és ugye vice versa, ugye Jézusnak is gondja volt a vallási vezetőkkel, ma is ott összeütközésbe kerülne Jézus a mai vallási vezetőkkel. Elképzelhető, hogy velünk is összeütközésbe kerülne Jézus. Nekünk is lenne egy-két nem túlzottan kedves szava. János evangéliumához lapozva, 5. fejezet, 16-os, 18-as igeversében a következőt olvashatjuk. A zsidók ezért üldözni kezdték Jézust, mert szombaton tette ezt, amit tett, ugye, meggyógyította azt az illetőt, aki azt mondja, hogy nincs emberem, hogy oda vigyen be a vízhez, és akkor Jézus mondja neki, hogy hát akkor vedd az ágyad, aztán nem kell várnod valakit, nem kell bemenned se a vízbe, meg vagy gyógyulva. Tehát szombaton tette ezt Jézus, Jézus így szólt hozzájuk, az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. Ezért azután a zsidók még inkább meg akarták ölni, mert nem csak megtörte a szombatot, hanem saját atyának nevezte az Istent, és így egyenlővé tette magát az Istennel. Azaz azt olvashatjuk, hogy még inkább meg akarták ölni. Ha meg szombaton gyógyított, ezért is meg akarták ölni, de mivel egyé tette magát Isten, ezért még inkább meg akarták Jézust ölni. Gyűlölték Jézust. Tehát ha mi megszegjük az úgymond vallási, bevett vallási előírásokat, amit éppen a római katolicizmus uralkodik Magyarországon, tehát a katolikus szokásokat ellene szólunk a különböző katolikus gyakorlatoknak vagy egyébet, akkor biztos, hogy mi is magunkra haragítunk embereket. Nem azért tesszük, hogy magunkra haragítsunk embereket, hanem tudjuk, hogy kárhozatos dolog, amit csinálnak. Ezért muszáj szembesíteni őket, muszáj figyelmeztetni őket. Ezért, ha azt váltja ki ez, hogy meg akarnak minket ölni, vagy hogy gyűlölnek bennünket, Jézus se azért mondta ezt, hogy na most elmondom azt, hogy még jobban utáljatok engem, vallási vezetők, farizósok meg egyéb, ezért elmondom azt, hogy az én atyám mindezig munkálkodik, és én is munkálkodom, és ezzel ugye egyé tette magát az atyával, mert hogy akkor majd milyen gyűlöletet fog ez kiváltani. És Jézus nem gyűlöletet akart kiváltani maga iránt, természetesen. Mi sem ezt akarjuk kiváltani, de az igazságot muszáj elmondani. Még ha azt is vált ki. A János 7-ben, és látjuk a János evangélium egyébként a fokozódó gyűlöletet és a fokozódó elhatározást arra, hogy Jézust megöljék. János 7-ben, 31-32-ben azt olvashatjuk, sokaságból sokan hittek benne, és ezt mondták.
A Krisztus, amikor eljön, tesz-e több jelt, mint amennyit ezt tett? Hát az emberek elkezdtek gondolkodni, hogy tényleg, hát a Krisztus, akit mi várunk, a messiás, ugye, tehát a Krisztus a görög szava a héber messiásnak, tehát a messiás, ha eljön, az ígért messiás, amit róla olvasunk, tesz-e többet, mint ő? Tehát most akkor tényleg ő van itt előttünk, a messiás van itt előttünk, ezt kérdezi tulajdonképpen a nép, hogy akkor ez a rengeteg jel, ez a rengeteg dolog, amit tesz, ezzel ő igazolja azt, hogy ő a messiás, és akkor ő lehet tényleg, valóban ő lehet a messiás? Jézus sosem mondta, nem úgy lépett fel, hogy emberek, én vagyok a messiás, figyeljetek ide! Ezt sohasem tette Jézus. Az emberek maguktól látták, hogy ennyi jel, ami Jézus követi, a messiás az, akit ennyi jel követ. Mint ahogy amikor keresztelő János a börtönbe elküldte az ő embereit, hogy akkor tényleg te vagy-e, vagy pedig valaki más várjunk, akkor Jézus elmondta, hogy hát nézzétek meg, milyen jelek történnek, és akkor az emberek, a János tanítványi megnyugodtak, visszamentek és megmondták Jánosnak, hogy ezek a jelek követik, és János megnyugodott, hogyha bármi történik velem, akkor én rendben leszek, mert ténylegesen a messiást láttam. A messiás volt, én voltam az ő útkészítője. És tényleg a jó messiásnak, a valódi messiásnak készítettem el az utat. Következő igevers, mint a János 7-ben, meghallották a farizeusok, hogy a sokaság ezeket sutogja róla, és szolgákat küldtek a főpapok és a farizeusok, hogy fogják el őt. Hát látjuk, hogy itt is Jézust el akarták fogni. Be akarták szüntetni az ő tevékenységét. Mert hogy olyanokat mondott, ami nem tetszett nekik. És ezt látjuk egyébként az egyház történelemben, hogy nagyon sok olyat mondtak a különböző reformációs mozgalmakban, a Bibliához visszatérő mozgalmakban emberek, amik a fővallási irányzatnak nem tetszettek, ezért elfogták, megölték, egyéb dolgokat csináltak velük. 8. fejezet, 58-59-es utolsó két igeverse. Jézus így felelt nekik, bizony-bizony mondom néktek, mielőtt Ábrám lett volna, én vagyok, erre köveket ragadtak, hogy megkövezzék, de Jézus elrejtőzött és kiment a templomból. Itt is meg akarták ölni Jézust. Mert Jézus elmondta az igazságot, nem mondott már, nem hazudott Jézus, nem tett olyat, ami miatt meg kellett volna kövezni, azt szerintem az igazságot mondta el, de látjuk, hogy a farizeusok egyszerűen nem akarták meglátni, hogy mi az igazság. Hiába tett Jézus annyit, a farizeusok nem kezdtek el gondolkozni azon vallási vezetők, hogy hát a népnek lehet, hogy igaza van, és akkor vizsgáljuk meg azokat a dolgokat, amit Jézus tesz, hogy azok valóban azok-e, amiket a messiás tesz, vagy a megnyugtató ugye keresztelő Jánost is, hogy miket tesz Jézus, hogy ők nem nyugodtak meg, azt mondták, hogy ő egy ellenség, és meg kell ölni. Mert nem azt mondja, amit mi mondunk, nem a mi hit elveink szerint gondolkodik. Szembesít bennünket az ő lénye, szembesít bennünket azokkal a bűnökkel, amiket mi teszünk, azokkal a tévtanokkal, amiket mi hirdetünk. 10. fejezet 36-31-es igeverse. Én és az Atya egy vagyunk. Ekkor újra köveket vittek oda a zsidók, hogy megkövezzék. Megint látjuk, a zsidók megint meg akarták ölni Jézust. Újra és újra a zsidók próbálkoztak megölni hirtelen Jézus, mint ahogy Istvánnal tették az apost abcselben. Az is egy hirtelen felindulásból oda mentek, ugye elfogták Istvánt, vallatták Istvánt, Istvánnak 7-es abcsel 7-ben látjuk a védőbeszédét, elmondta őket mindennek, leleplezte őket. A szemüvegben mondta az igazságot, nem tetszett nekik, kivitték, megkövezték. Ezt szembesítette őket az igazsággal, hogy olyanok vagytok, mint akik megölték az Ószövetségben a prófétákat. Az ő leszármazottjaik vagytok ti. Ezzel az igazsággal szembesítette őket, ezért kivitték és megkövezték, megölték. 11-es fejezet, 45-46. Ekkor sokan hittek benne, ugye a Lázár feltámadása utáni események, ekkor sokan hittek benne, azok közül, a zsidók közül, akik elmentek Máriához, és látták, amit Jézus tett. Némelyek pedig közülük elmentek a farizeusokhoz, hogy elmondják nekik, miket tett Jézus. Tehát feltámasztott,
Egy embert, meg egyéb különböző dolgok, hogy miket tett, nem csak Lázár feltámasztását mondták el neki, hanem egyéb különböző csodákat, egyéb különböző olyan jeleket is, amiket Jézus tett. És mi volt erre a válaszuk? Természetesen a válaszuk negatív volt, nem pozitív, hogy hát csodálatos, örülünk, hogy itt van valaki, akit Isten így használ, hogy feltámad egy ember, hát ez micsoda jó dolog, ez föl tudjuk mutatni, hogy hát nálunk van, a mi vallásunknál van olyan, a mi Istenünk olyan, aki fel tud támasztani embereket, nem ez volt számukra a lényeg, hogy Isten mire képes, hanem az volt a számukra a lényeg, hogy akkor öljük meg. Mert hogy az 53. igeversben azt olvashatjuk itt, attól a naptól fogva egyetértettek abban, hogy megölik őt. A vallási vezetők egyet értettek, hogy akkor ilyeneket tesz ez az ember, hogy feltámadnak itt emberek, meg különböző csodák történnek, tehát őt meg kell ölni. Nem az, hogy hát ez a jó, Isten végre megen 400 éves hallgatás után, 400 évig nincs semmi, az Ószövetség utolsó könyve, az 400 évvel ezelőtt íródott. És utána volt egy hallgatási időszak, és most itt van valaki, aki hatalommal beszél, akin keresztül csodák történnek, az ő válaszuk erre az volt, hogy akkor öljük meg, nyírjuk ki. Mert bennünket rossz fényben tüntet. Ha mi cselekedeteink miatt támadnának fel, az jó lenne. De nem már, hogy valaki más cselekedetei miatt támadnak fel emberek. Ez milyen fényt vett ránk? 55-ös igeves, meg 57-es. Közeledett a zsidók húsvétja, és vidékről sokan felmentek Jeruzsálembe húsvét előtt, hogy megtisztuljanak. A főpapok és a farizeusok pedig már kiadták a parancsot, hogy ha valaki megtudja, hol van, jelentse be, hogy elfoghassák. Tehát elhatározták, hogy Jézust meg kell ölni, és tudták, hogy Jézus, és mindenki, tudjuk, a 80%-os Jeruzsálem 2-3 milliós Jeruzsálemé változott, tehát mindenki, aki általában zsidó volt, ez volt a fő zarándok ünnep, az följött, és valószínűleg tudták, tapasztalták, hogy Jézus szintén megjelenik a tanítványaival minden húsvétkor Jeruzsálembe, tehát most is meg fog jelenni, tehát most ezen a húsvéton el tudjuk fogni, és meg tudjuk ölni. Miért? Mert hogy szembesítette őket a bűneikkel. János 8-ban, és itt egy kis időt fogunk tölteteni, 38-as igevers, 44-es igevers első részéig ezt olvashatjuk. Én azt mondom, amit én az atyámnál láttam, és ti is azt tesztek, amit ti a ti atyátoktól hallottatok. Ezt mondták neki, a mi atyánk Ábrahám, Jézus így szólt hozzájuk, ha Ábrahám gyermekei volnátok, Ábrahám cselekedeteit tennétek, de ti meg akartok engem ölni olyan valakit, aki azt az igazságot hirdettem nektek, amelyet az Istentől hallottam, Ábrahám ezt nem tette volna. Tehát ugye mondja Jézus itt, ti meg akartok engem ölni olyan valakit, aki azt az igazságot hirdetem nektek, amelyet az Istentől hallottam. Tehát világosan elmondja Jézus, hogy ti azért akartok engem megölni, mert hogy Istentől kapott üzenetet mondok nektek. Az üzenetem miatt, az Istentől jövő üzenet miatt akartok engem megölni. Ti ugyanazt cselekszitek, mint atyátok. Ezt mondták neki, mi nem paráznaságból születtünk, egy atyánk van, az Isten. Ugye hivatkoznak Jézus születésére, ugye születésének a fogantatásának körülményeire. Jézus így szólt hozzájuk. Ha az Isten volna a ti atyátok, szeretnétek engem, mert én az Istentől indultam el, és tőle jövök. Nem magamtól jöttem, hanem ő küldött el engem. Miért nem értitek az én beszédeimet? Mert hallani sem bírjátok az én igémet. Ti atyátoktól, az ördögtől származtok, és atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. De Jézus nagyon világos itt. Azt mondja, hogy még hallani sem bírjátok az én beszédeimet. Miért nem bírjátok hallani az én beszédeimet? Mert hogy a ti atyátoktól származtok, a származásotok miatt ti az ördögtől származtok.
Aki az ördögtől származik, az az Isten beszédét nem bírja elviselni. Hát így atyátok az ördög. És belegondoltunk, hogy vallási vezetők ezt hogyan vehették. Milyen nagy sértés volt számukra az, hogy valaki azt mondja nekik, a nagy jeruzsálemi vallási vezetők, családjaik, leszármazásuk, egyéb minden mutogatták volna a pedigréket, a falaikon, a nem tudom milyen kitüntetéseiket, meg az iskoláikat, hogy hol végezték el. És akkor jön valaki, és ilyet mond nekik. Elmondja az igazságot, és ők sértésnek vették az igazságot. De igazolja is Jézus azt, hogy miért mondja azt, hogy ti az ördögtől származtok. Húsmét a 44. igevers, csak most végig. Ti atyátoktól, az ördögtől származtok, és atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazugságot szólja, a magáiból szól, mert hazug és hazugság atya. Hát azt mondja, hogy pontosan jellemző rátok a ti atyátok. Mert hogy embergyilkos volt kezdettől fogva. Mit akartok ti csinálni? Meg akartok engem ölni? Azt teszitek, amit az atyátok akar. A sátán engem meg akar ölni. Mit akartok ti csinálni? Meg akartok engem ölni. Világos, hogy az alma, azaz ti, nem estetek messze a fától, a sátántól. Ugyanazt akarjátok, amit a sátán akar. Nem áll meg az igazságban, nincs benne az igazság. Én az igazságot hirdetem, ti meg akartok emiatt ölni. Nem álltok meg az igazságban. Nem érdekeltitek az igazság. Megint csak egy igazolás, hogy ti a sátántól származtok. A sátán leszármazottai vagytok. Hazugságot szólja, magáiból szól, mert hazug is hazugság atya, ti hazugságot támadtok engem. Azt mondjátok, hogy én nem Istentől vagyok, hogy én ilyen vagyok, olyan vagyok, amolyan vagyok. Hazugságok vannak, hol van bizonyítékotok? Sehol. Nekem van a ti hazugságotok bizonyíték arra, hogy ti sátántól származtok. De ezzel, mert az ember nagyon szeret kiemelni valakit, hogy Hitler a legborzasztóbb ember, és mi nem vagyunk olyanok, mint Hitler. Hitler az egy más tészta, más kategória, ezek a különböző Pol Pot, ezek más kategória. Mi vagyunk a rendes emberek, mi rendes, normális emberek vagyunk. De itt tulajdonképpen ezzel a leírással, és azokat az emberek írja le így, akik abban a társadalomban, hogyha kimentek volna az utcára, egy közelmű kutatás, hogy kik a legvallásosabbak, kik a legáltatosabb emberek itt, akkor ezeket mondták volna. Akikről Jézus azt mondja, hogy ti a sátán gyermekei vagytok, a sátán leszármazottai vagytok, őket mondták volna a leginkább vallásos embereknek, akik igazán szent életet élnek. És Jézus azt mondja róluk, hogy ti az ördögök vagytok. Az ördög leszármazottjai vagytok. A legvallásosabb emberekre mondja ezt Jézus. Azaz az összes emberre ez igaz volt. Már a nem hívőkre. Ez igaz volt. És ma is igaz. Hogy mindenki, aki nem Krisztushoz tartozik, az ilyen értelembe véve az ördög leszármazottja. És ezért van ez a reakció. Mert minden embernek ez volt a reakció. Nem csak a vallásosaknak volt Jézus felé ez a reakció, hanem a nem vallásosaknak is. A Bibliában nagyon sok pozitív reakciókat látunk Jézusra, de a megtérők reakcióit látjuk ott. Nem a nem megtértek reakcióit látjuk, a nem megtértek azok meg akarták kövezni. A nem megtértek azok igazolták Jézusnak a halálát. Meg hogy ő meghalt. Gondoltunk arra az illetőre, aki ugyanúgy látta azt, ugyanúgy hallotta azt, ahogy, és tudott Jézusról, az a ratóról, aki nem tért meg a kereszten. A másik megtért. De ott volt a másik, aki ugyanazt látta, mint az a másik rator, és ő pedig nem tért meg a kereszten. Mert ugyanúgy ellene volt, és ugyanúgy káromolta, a kereszten is káromolta Jézust. Mert ez a világ, ilyen a világ. Ilyen az úgymond normális ember, az káromolja Istent, káromolja a keresztet, káromolja a Krisztust. Ugyanúgy, mint ezek a vallási vezetők. Nem csak rájuk érvényes ez mindenkire érvényes. Itt az ember alaptermészetét írja le Jézus ezzel.
Ilyenek az emberek. Ha valaki gyerekeket visz le egy homokozóba, és ott különböző gyerekek játszanak, akkor gyakran előforduló dolog az, hogy összevesznek valamin, vagy egy vödrön, vagy valamilyen területen, ezt csináltam, beleléptél az én váramba, stb. És az ember látja, hogy emelkedik a lapát, és üt a másik a lapáttal. Hát most a rendes vaslapátok lennének a gyerekeknél, mondjuk, hogy elbírnák őket, akkor ott minden egyes alkalommal gyilkosságok történnének a homokozóba. És szépen elásnák ott egymást a gyerekek. Eltemetnék egymást, miután megölték egymást. Azért jó, hogy picik a gyerekek, mert ha rendes ember mérettel, rendes izomzattal csak gyerekaggyal születnének, tehát ha csak agyba kéne fejlődniük test erőben nem, akkor rengeteg gyilkosság történne már gyerekkorban. Tehát a gyerekeknek fel kell nőni, hogy ne legyenek gyilkosak. Tehát hogy az a gyilkos indulat, ami a gyerekekben benn van, és szabályozatlan gyilkos indulat, az egyszerűen ki tudják növeszteni belőlük a szülők. Emlékszem, egy ismerősnél voltunk, ahol több fiúgyermek is volt, és azt vettem észre, hogy a kiságyban, a rácsos ágyban volt még a pici, a nagyobb odament egy műanyag kalapács, és elkezdte ütni a kicsinek a fejét. Hát lehet, hogyha ott lett volna egy másik kalapács, amit elbírt volna, akkor azzal ment volna oda ütni a fejét. Tehát tulajdonképpen gyilkos indulat volt benne, meg akart ölni a testvérét, nem tudta, mert nem volt elég erő abban a kalapácsban, amit magával vitt, abból az eszközből, de ha rajta múlt volna, akkor ő ott, akkor is ott megölte volna a testvérét. Ez van az emberben. És nézzünk rá a következő igeversekre egy kicsit úgy, hogy nekünk ki kell menni a világba, és hirdetni az evangéliumot. Hirdetni Istennek az igazságát. 45. igevers azt mondja, mivel pedig én az igazságot mondom, nem hisztek nekem, közületek ki tudna rám bűnt bizonyítani. Ha az igazságot mondom, miért nem hisztek nekem? Aki az Istentől van, hallja az Isten beszédeit, ti azért nem halljátok, mert nem az Istentől valók vagytok. Ez a valóság, amit látunk. Ez a valóság. Azt mondja, mivel én az igazságot mondom, ezért nem hisztek nekem. Ha mi valami hazugsággal, mint ahogy ma rengeteg gyülekezet valamiféle féligazsággal próbál előállni, hogy hát azért Isten nem is veszi olyan szigorúan ezeket a dolgokat, meg nyugodtan gyere úgy, ahogy vagy, és akkor az rendben van, Isten úgy szeret téged, ahogy vagy, meg ilyen féligazságokkal jönnek bizonyos helyeken, de ha az igazsággal jönnének, akkor lehet, hogy nem mennének el hozzájuk annyian. Az igazság az felbőszíti az embereket. És az igazságban nem hisznek. Féligazságokban jobban hisznek. Nem hisztek nekem, mondja Jézus, és mindenkire, aki a világon él, ez igaz, hogy azért nem hisztek, mert hogy én az igazságot mondom. És az igazságnak nem akartok hinni. Nem tudjátok befogadni az igazságot. Ugye, hogy közületek ki tudna rám bűnt bizonyítani? Miért nem hisztek nekem? Az igazságot mondom, tehát nincs bűn, tehát az életemben minden bizonyítom, hogy amit mondok, az elfogadható lenne, tehát ti akkor sem hisztek benne, amit én elmondok nektek. Az életem adná azt, hogy hiteles vagyok, de ti nem hisztek nekem. Hiába az életem minden egyes porcikája hitelességet bizonyítja, az üzenetnek a hitelességét bizonyítja, ti akkor sem akartok hinni az üzenetnek. És akkor a 47-esben mondja el a lényeget, ami embereket esetleg elbátortalanítana az evangélium hirdetésétől, de nem ez volt Jézusnak a célja. Aki az Istentől van, hallja az Isten beszédeit, ti azért nem halljátok, mert nem az Istentől valók vagytok. Ha valaki nem az Istentől való, az nem fogja hallani, nem fogja megérteni, nem fog engedelmeskedni Isten beszédének. De itt minden emberre vonatkozó igazságot mond ki Jézus. Nem kell csodálkozni, ha az emberek nem értik, nem látják az üzenetnek a gyönyörűségét, az evangélium gyönyörűségét, ha visszautasítják, ha mérgesek lesznek, ha bármilyen egyéb módon negatívan reagálnak arra az üzenetre, amit mi elmondunk. Mert hogy nem képesek megérteni, nem képesek felfogni az üzenetet.
Isten mégis parancsolja a missziót. Egy olyan üzenete van kiküldve, amiről nyíltan látjuk, hogy ez az embereket dühíteni fogja. Menj el, és mondj el egy dühítő üzenetet. Hát ki akarna ezt megcsinálni? Senki nem akarja ezt megcsinálni. Azért nem mennek ki a keresztények, és mondják el az evangéliumot, mert hogy tudják, hogy ez nem fognak jól reagálni rá, akkor miért mondjam el? Miért árt csak magamnak azzal, mintha nem azzal ártam magának, ha nem mondja el, tehát miért árt csak magamnak azzal, hogy oda megyek emberekhez, és akkor rám nevetnek, mosolyognak, lenéznek. Ha Magyarországon még ez, ha egy kicsit nyugatabbra megyünk, vagy keletebbre megyünk, ahol muszlimok vannak, ott esetleg fognak, megölnek, leköpnek, megrugdosnak, megvágnak, stb. Mert hogy elmondom az üzenetet, mert hogy negatívan reagálnak rá. Hát akkor miért csinálja? De Jézus azt mondja, hogy, és tanítványok is azt látták, hogy Jézus ezt élt át. Gondoljunk bele, hogy Jézus hány ezer, tízezer, ki tudja mennyi embernek mondta el az üzenetet. És hányan követték őt? A halála után, miután már megjelent 500 embernek, meg nem tudom mennyi embernek, utána 120-an voltak a felházban. Valószínűleg kicsit többen lehettek a követők, kicsit. De nem tízezrek, százezrek, azok az emberek, akik elmentek a gadarai megszállott, aki nem zsidók közül származott, Jézus azt mondta, hogy menj el, és mondd el, hogy mi történt veled. És gadarai, akit ismertek, az egyik biztos a környéken a legnagyobb tanúbizonysága volt Jézusnak, az elment és hirdette azt, hogy Jézus mit tett vele. Nem csak zsidók között volt már akkor így mondva a misszió. És mégis mit látunk? Alig követték Jézust. Tanítványi nem nagyon voltak Jézusnak. Így nézve akár mondhatná azt valaki, hogy hát Jézusnak a tevékenysége ez egy kudarcos tevékenység volt. Rengeteg negatív dolgot kapott Jézus. És mondom azoktól is, akiket egy nappal korábban még megvendégelt kenyérszaporítással. Rengeteg olyantól kapott pofont, akivel korábban jót tett, akiből kiűzte az ördögöt, vagy bármi történt vele, utána mégsem fogadta el tőle az igazságot. Jézus parancsolja a missziót, a szembesítést, mert az egyetlen lehetőség. Mert néhányan nem negatívan fognak válaszolni erre a szembesítő üzenetre. Mint ahogy mi sem negatívan válaszoltunk a szembesítő üzenetre. És mivel támad vissza Jézusra a hamis vallási rendszer, 48-as igevers, utána így szóltak hozzá a zsidók, mivel nem jól mondtuk, hogy samáriai vagy te, és ördög van benned. Jézusra, aki korábban azt mondja, hogy ha bármi bűnöm van, akkor mondjátok el. Semmi bűnöm nincs. Az életem minden egyes része bizonyítja, hogy az üzenetem az hiteles, és erre azt mondják neki, hogy nem, te az ördögtől vagy. Hát mi az életében, ami ezt bizonyítja? Semmi. Ennek az ellenkezőjét bizonyítja minden az életében, és mégis azt mondják rá, hogy samáriai vagy, meg ördög van benned. És ugyanezt a reakciót látjuk egyébként, és mit mondom, az egyháztörténetben. Ott van a inkvizícióknak a sora, a kiátkozásoknak a sora, a reformációkra való utáni zsinat, római katolikus zsinat, a reformáció a Bibliából elmondott hitelveket kiemel, és azt mondja, hogy aki ezeket vallja, azok ki vannak átkozva. Azok nem kerülnek be a mennybe, azok örök kárhozatnak a rabjai, akik a Bibliát vallják. Meg megégettek embereket, meg kiássak embereket, újra megégettek, rengeteg minden történt. Nem véletlen a párhuzam, ami egyébként rendszerszerűen létezik, ami a farizeusi rendszer és a római katolikus rendszer között van. A papsággal, főpapsággal, ugye, ül Vatikán trónján, ő meg ugye ült Jeruzsálemben. Rengeteg párhuzam. Nem véletlen. A katolicizmustól eltérünk, a mai feminista, liberális irányzatok. Ez micsoda, elnézést, picsogás van, amikor valaki a női lelkiség ellen felszólal. És azt mondják, hogy hát micsoda. Még a Bibliában világos a dolog. Nem volt Jézusnál felkészültebb, felkentebb, és nem is lesz
aki bemutatja az evangéliumot, aki beszélt az evangéliumról, aki hirdette az evangéliumot. És mi nem tudunk magunkra mutatni, de ő magára mutatott. János 5-ben, 39-40-ben azt látjuk, ti azért kutatjátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek, pedig azok rólam tesznek bizonyságot, és mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Ezt, ahogy láttuk korábban, a nép már elkezdte kapizsgatni, hogy hát itt amit Jézustól látunk, az, mintha a Mesiás látnánk. Amit a Mesiásról tudunk, azt látjuk Jézusban. Ezt mondja itt Jézus is, hogy hát az írások rólam tesznek bizonyságot, hát ha ismeritek az írásokat, meg ismeritek az én életemet, akkor be tudnátok azonosítani. És akkor hozzám jönnétek. De mégsem akarjátok. Nem akarjátok, hogy életetek legyen. És hogyha egyesek lehet, hogy azt gondoljuk, hogyha Jézus reménytelenségére, vagy sikertelenségére tekintünk, akkor miben reménykedjünk? Miben reménykedjünk? János 6.44-ben olvashatjuk, senki sem jöhet én hozzám, ha nem vonza őt az Atya, aki elküldött engem, én pedig feltámasztom az utolsó napon. Ha lassan olvassuk, nem rohanunk át, akkor az első szó azt mondja, hogy senki. Tehát senki sem mehet az Atyához. De ezt láttuk Jézusnak az előbbi szavaiból, hogy senki sem tud én hozzám jönni. Mindenki a sátánnak a leszármazottja, mindenkire igaz az, senki sem jön hozzám. Az igazságot nem tudják befogadni, mert hogy egyszerűen mástól származtak. Senki sem tud. Emberileg senki sem tud Istenhez menni. Senki sem fogja megérteni az evangéliumot, senki sem fogja az igazságot befogadni. Emberileg senki. És ez, hogy senki, és ezt nem szeretik az emberek, de ez megsemmisít minden egót, minden dicsekvést. Az embernek azt kell mondani, miután keresztény lett, hogy ez nem én voltam. Nem én tehetek arról, hogy megtértem. Nem én, nem magamnak köszönhetem, nem magamnak kapartam ki az üdvösséget. Nem én harcoltam meg érte. Nem én voltam olyan alázatos. Nem tudom, a másiknak azt mondod, hogy miért nem vagy alázatos? Hát én alázatos voltam, és ezért megtértem. Te is tudnál az alázatos lenni, és akkor megtérnél. Hát nem az én alázatosságom okozta a megtérésemet. Az, hogy senki nem jöhet az Atyához, nem jöhet Jézushoz. Ez egy evidens, egy alapvető bibliai tanítás. Hogy senki sem. A senkiben nem az, hogy a legtöbben, a senki az azt jelenti, hogy senki. Nincs olyan, aki hozzá tudna menni. Alapban senki sincs, mert mindenki a sátánnak a leszármazottja. Lelkileg természetesen. Mi számít ma kirekesztő, gyűlöletkeltő kijelentésnek? Például az, ha valaki azt mondja, hogy egyedül a biblikus kereszténység az igazi vallás, az Isten szerinti. Ha valaki a Bibliát vallja, az az igazi. A többi az hamis. Egyedül az igazi biblikus kereszténység a normális Istennek tetsző vallás. A többi az nem, a többi az utálatos számára. Minden dolgával együtt. Lehet valami nagyon kulturálisan, nagyon gyönyörű. Elmehet az ember és megnézheti a különböző mecseteket, és gyönyörködhet abba, hogy egy mecset hogyan néz ki, csak az a mecset az nem Isten dicsőségére, hanem Allah dicsőségére van létrehozva. Isten utálja, Isten le fogja rombolni. És elmennek oda emberek, még keresztények is, és gyönyörködnek benne, hogy milyen csodálatos a Taj Mahal, meg a különböző egyéb dolog. Semmi nem Isten dicsőségére, más istenségek dicsőítésére lettek létrehozva ezek a különböző dolgok. Más a céljuk. Isten ezeket Isten ellenségei ezek. Ezért Isten utálja ezeket. Mit mond? És ugye ebben benn van az is, hogy a tanításuk is, nem csak a különböző dolgok, amit tettek, hanem amit tanítanak, az gyűlöletes Istennek.
Mit mond a romai katolicizmus a különböző egyéb vallásokkal kapcsolatban? Azt mondja, hogy minden vallásban vannak igazság töredékek, igazság morzsák, és ezért minden valláson keresztül el lehet valamennyire jutni, valamilyen mértékig el lehet, Istenhez lehet közeledni. Hát ez a Bibliában ilyet nem olvasunk, Isten ilyet nem mond, ennek az ellenkezőjét mondja. És ha megnézzük minden évben, vagy nem tudom pontosan milyen időszakokban, de Olaszországban, Assisiben össze vannak hívva a különböző vallások, de több tíz különböző vallásnak a képviselői, és ott egymás vállát meglapolgatják, és örülnek egymásnak, és valamennyire az egységet hirdetik. De a legutolsó afrikai törzsi vallásnak is a képviselője, aki a mit tudom, milyen követ imád, meg a fákat, meg egyébet panteista módon imád egy csomó mindent, összegyűlnek, és azt mondják, hogy mi tulajdonképpen ugyanazt képviseljük. Hát hol van ez? Hol van ez a Bibliában? Hol van ez a kereszténységben? Sehol. Ez nem kereszténység. Egyedül csak a bibliai kereszténység az igaz. Ez egy kirekesztő, gyűlöletkeltő kijelentés ma. Egyedül a bibliai kereszténységben van, így Krisztusban van üdvösség. Más nem fog üdvözülni. Csak aki a bibliai kereszténységben hisz. Ez is egy kirekesztő gyűlöletkeltő. Miért ne? Olyan jó életet élt. Hát miért ne üdvözülhetne? Mert nem. A Bibliában nem ez van. Egyedül a Biblia szent könyv. A többi az hamis, a többi az tűzre való. Ez így van a Bibliában. Igaz, akkor nem tudunk más hirdetni. Nem tudjuk azt mondani, hogy hát a tulajdonképpen nagyon jó dolgok vannak a, nem tudom, Bhagavad Gita-ban, vagy nagyon jó dolgok vannak a Mormon könyvébe, vagy a Koránba, vagy egyéb különböző dolgokba, és akkor azokat is el lehet fogadni, mert azokban is vannak igazságok. És az sem egy ártalmatlan olvasás, olvasmány, stb. Nem. Nem. A Biblia egyedül a szent könyv. Aki nem tér meg, egy következő, úgymond, manapság kirekesztően gyűlöletkeltő kijelentésnek számít, hat, egyes helyeken mindenképpen, aki nem tér meg, az örök kárhozat része lesz. Ó, hát nem, hát a pokol az csak egy időszakra szól, meg hát ott nem is az ember, hanem valami más fog szenvedni, a bűnei fognak majd szenvedni, nem az ember személyében, stb. Tehát a Biblia nem erről beszél megint. Az ember a személyében lesz felelős az ő saját bűneiért. És ott fog szenvedni, örök kárhozat része lesz az ember. A másik Biblia kijelentés, hogy nincsen olyan, hogy jó ember. Nincsen olyan, hogy jó ember. Ilyen nincs a keresztény szótárban, hogy hát egy valaki jó ember. Ilyen nincsen. A vallásos emberek, ezt látjuk egyébként Jézus életében is, nagyon sokszor, mert úgy mondom, a vallásos emberekkel volt a legtöbb vitája Jézusnak. A vallásosak a leginkább Isten káromló emberek. Mert ők valami hamis Istenre feltették a zsetonjukat. Aki nem vallásos, az nem. Nem feltétlenül. Hát nincsen, hogy jó ember. És a nem jó emberek között is a hamis vallásos, egyéb különböző nem bibliai kereszténységet vallók a legborzasztóbbak. A másik bibliai kijelentés, amellett, hogy minden ember születésétől fogva az ördögnek a gyermeke, hogy halottak. Mindenkiről azt mondja a Biblia, hogy a bűneiben halottak. Ott van az Efézusi levél második fejezetének első három ige verse. Halott, és ezért a törekvése is halál. Ez pedig a Róma 8, 6-tól 8-ig. Olvassuk is el, rapozzunk is oda gyorsan. A vége előtt nem sokkal. A Róma 8-hoz. Mert itt megint csak az ember állapotát látjuk nagyon szépen. 6-tól 8-ig. A test törekvése halál, mert ugye halott bűneiben, cselekedetében, tehát ezért a törekvése is halál. A lélek törekvése pedig élet és békesség, mint hogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert az Isten törvényének nem veti alá magát, és nem is
tudja magát alávetni, akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Minden ember ilyen. Minden ember halott, és a halált munkája, törekvése a halál, olvassuk itt. És nem lehet, nem is tud kedves lenni Isten előtt. Nem tud, egyszerűen képtelen. Egy halott mit tud csinálni? Semmit nem tud csinálni. Halott nem tud, nem tudja újraéleszteni magát, nem tud újra születni, egy halott nem tud magáért semmit se tenni. Ilyen az ember állapota. Nem olyan, mint a megint csak katolikusok is, és egyéb furcsa protestánsok is vallják, hogy hát az embernek kell egy kis kegyelem, mert az ember még képes arra, hogy Istennel valamennyire, csak egy kis segítség kell az emberek. Nem, az embernek nem kis segítség kell, hogy megtérjen. Az embernek újjá kell születnie. Mert ebben az állapotában képtelen megtérésre. Új emberré kell lennie, képtelen. Lehetetlen, hogy egy ember megtérjen. Emberileg lehetetlen, hogy bárki is megtérjen. És ez az embereknek nem tetszik. Ezt valaki meghallja, azt mondja, hogy én egy jó ember vagyok, mondják magukról. Hát megint csak nem vagyok olyan, mint Hitler. Esetleg nem csaltam meg a feleségemet, nem csaltam az adómot, nem csaltam, nem tudom, egyéb, nem tudom mit nem tettem, nem verem az asszony, nem késztek róla hangfelvételeket, stb. Én egy jó ember vagyok. De nem ez a jó emberségnek a feltétele. A Biblia szerint az illető a sátán gyermeke is halott. És halott a cselekedeteiben. Nem jó ember. Az emberek nem szeretik ezt hallani. Pedig ez az üzenet, amivel nekünk bennünket elküld Jézus. Az ember állapotra látjuk, hogy minden képzelte túlmenően rossz és gonosz. A világ magáról azt mondja, hogy életerősek vagyunk, sikeresek vagyunk, Isten válasza, hogy halott vagy, és képtelen vagy ezen az állapoton változtatni. De azt is látjuk, ez az utolsó igeversünk, Korintusi első levél, első fejezet, 31-es igeverse. Az ő munkája az, hogy ti a Krisztus Jézusban vagytok. Még egyszer felolvasom az elejét. Az ő munkája az, hogy ti a Krisztus Jézusban vagytok. Őt tette nekünk Isten bölcsességi igazságá, megszentelődésé és megváltásá, hogy megvan írva, aki dicsekszik, az Úrral dicsekedjék. Az ő munkája az, hogy ti Krisztus Jézusban vagytok. Senki másnak. Senki nem tud Krisztushoz menni, senki nem tud atyához menni. Egyedül az ő munkája az, hogyha mi Krisztus Jézusban vagyunk. Hogy senki se dicsekedjen semmivel, csak egyedül az Úrral dicsekedhet. Mert minden, ami azt okozta, hogy mi megtértünk és megmaradunk Istenben, az egyedül neki köszönhető, és senki másnak, mert hogy Isten megkönyörül, és ezért Istent lehet imádni, és ez az egyetlen lehetősége, hogy bárki, akivel mi beszélünk, az megtérje, mert hogy Isten könyörül. Nem, nekünk természetesen el kell menni, könyörületesnek kell lenni, de Isten az, aki megkönyörül, és az ember akarata, mert hogy nem tud. Mert az akarata az halált. Halált akarja előidézni az ember, ahogy az előbb olvastuk a Róma 8-ban. Az ő akarata a halálhoz elég. A halottnak az akarata az, hogy ő továbbra is halott maradjon. Életakarat nincs benne. Jézus mondta, hogy az életbeszéd nám vannak, de nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Nincs benne erő, hogy élővé tegye magát. Semmi szándék sincs az emberben, hogy élő legyen. Ha Isten megkönyörül, akkor tud az lenni. Ne bátortalanítson el bennünket, ez az üzenetnek ez a része, mert hogy Isten megkönyörül. Ahogy rajtunk is megkönyörült, és másokon is megkönyörül. Hanem statisztikailag valószínűleg a legtöbb ember, akivel beszélünk, az nem fog megtérni. De ez természetes. Ez Jézus idejében, Jézussal kapcsolatban is természetes volt, hogy a legtöbb ember, akivel Jézus beszélt, az a pokolra fog kerülni.
Pedig beszélt velük, leült velük, vacsorázott velük, társalgott velük, és a pokolba fognak kerülni. Ezért akivel mi is beszélünk, vacsorázunk egyéb, az esetek többségében végül a pokolra fog kerülni. De lesznek páran, akik nem. És minket értük küldött el. Értük küldött el Jézus. Hogy menjünk és találjuk meg ezeket az embereket. És mondjuk el, hogy kegyelem van nála. Nem neked kell megváltoztatni, rámutatva a bűneikre a bűneidet, és jóvá tenni a bűneidet, hogy jó pontokat szerez Istennél, hanem tőle kell kérni a kegyelmet és az irgalmat. Tudjon így megdicsőülni Isten, ami szolgálatunkon, az életünkön keresztül. Amen.